amikor dr. Kenézi Gyula egyetemi tanár szobra előtt állunk, akkor tisztában kell lennünk azzal, hogy nem csak a kiemelkedő, teljesítményt nyújtó orvosprofesszor emlékét ápoljuk, hanem annak a hazafinak, annak a kiemelkedő szervező képességekkel rendelkező és szerepvállaló egyéniségnek a szobra előtt, aki nélkül valószínűleg ez az épületkomplexum, amit ma Debrecen Egyetemnek hívunk, nem lenne. Szerény körülmények közötti sorsból emelkedett fel egyetemi tanárrá. A Debreceni Egyetem első rendkívüli egyetemi tanára volt. 1908-ban nevezték ki, és 1915-ben pedig miniszteri biztosi feladatokat vállalt, aminek az volt az alapvető célja, hogy megtervezze, megálmodja ezt a környezetet, ezt az egyetemet, ahol most állunk. A későbbiek során, 1918-ban, amikor formálisan is megalakult az orvoskar, a Debrecen Egyetem orvoskara, akkor első dékánjaként is szolgált, majd ezt követően a Debrecen Egyetemnek a rektora is lett. A államférfi szerepvállalások mellett azt gondolom, hogy ki kell emeljük azt, amit az oktatásért tett, ilyen feladatai mellett is számos tankönyvet írt, amely a szülésznők képzésétől, az orvostanhallgató képzésén keresztül sok mindenkit segített. Ha lefordítjuk az ő üzenetét a mai kor számára, akkor azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű lehet az az üzenet, hogy nem csak a szűkebb szakmánkkal kell foglalkozni, hanem tennünk kell a tágabban értelmezett közösségért is. Ha ő ma lenne, akkor azt mondanánk róla, hogy kiemelkedő menedzser, aki szervezi az életünket és munkafeltételeket teremt. És azt gondolom, hogy ez az üzenet az, amit tovább kell hordozzunk, hogy nem csak a saját előrehaladásunk, hanem a mellettünk, értünk dolgozók segítése is elsőrendű feladatunk. Mind a Debreceni Egyetemnek, mind az általános orvostudományi karnak elsőrendű feladata az, hogy dr. Kenézi Gyula professzor emlékét ápolja. Kérem a jövendőbeli kollégáinkat is, hogy folytassák ezt a tradíciót. Tegnap előtt volt Kenézi Gyula professzor úr halálának 86. évfordulója. 86 évvel ezelőtt, 71 éves korában elhunyt Kenézi Gyula. És bő egy hónappal ezelőtt, október 19-én volt 99 éves évfordulója annak, hogy a Debreceni Magyar Királyi Tudományi Egyetem négy orvostanár, Kossuth Ferenc, Berzsárd Frigyes, Vészi Gyula és Kenézi Gyula az orvoskart megalapította. Fél évvel halála előtt az őt meglátogató Árvai Sándort idézve: így halt meg magányosan, mindenkiét elveszítve, mindenkitől elhagyatottan az az ember, aki egész életét másoknak szentelte. És most mi itt vagyunk. 100 év távlatából hasonló feladataink vannak. Az orvosképzés lehető legmagasabb szinten történő művelése. És ez csak is, és kizárólag a lehető legmagasabb szintű betegellátó tevékenységen alakulhat. Számos feladat van előttünk, melyeket egytől egyig orvosi hivatásunk, eskünk szem előtt tartva kell megoldanunk. A feladatokat csak egyféle szentség vezérelheti, a beteg. Tisztában kell lennünk a gazdasági, a politikai környezettel, azonban hiszem, hogy minden korban és helyzetben meg lehet, meg kell találni a megfelelő megoldásokat, a megfelelő kompromisszumokat. Kenézi professzor életének példája vezessen utunkon.